Az egyre melegebb időjárás miatt olyan rovarok jelentek meg Magyarországon, amelyek 4-5 évvel ezelőttig csupán a mediterrán térségben voltak jelen. A globális felmelegedés miatt Európa északabbi területeire, így Magyarországra is eljutottak azok a szúnyogok, amelyek komoly betegségeket okozhatnak kedvenceinknek, főleg a kutyáknak. Egyes szúnyogok nem csupán az embereknél válthatnak ki allergiás reakciókat, hanem a kutyákat is megbetegíthetik. Ezek a vérszívók terjesztik a szívférgességet, amelynek lényege, hogy a férgek nem az állat bélcsatornájában okoznak károkat, hanem a szívükben. Sok esetben hosszú ideig akár lappankat a kórokozó, és tünet nélkül fertőzött lehet az állat. Tavasztól már, amikor a szúnyogok előkerülnek, már akkor, hogy a szúnyogok terjesztik a betegséget, már akkor gondolnunk kell rá. A bőrférgesség tünetei általában bőr elváltozások, kipirultság, kisebb duzzanatok, csomók a bőrön. A szívférgesség pedig szíveredetű megbetegedésnek a tüneteit mutatják, fáradékonyság, köhögés és egyéb tünetek alakulhatnak ki. Igazából a gyógykezelés az elég nehézkes, főleg a szívférgesség esetén, úgyhogy érdemesebb inkább a megelőzésre tenni a hangsúlyt. Már a szúnyogos időszak előtt érdemes a szúnyogok ellen védekezni, különböző cseppek és tabletták vannak forgalomban, amelyekkel egyrészt a szúnyogok ellen lehet védekezni, másrészt pedig a bőr és a szívféreg lárvájának a számát lehet csökkenteni a vérben. A kórokozó lárváját a vérből lehet kimutatni. Amennyiben az állat tesztje pozitív lett, el lehet kezdeni a gyógykezelését, aminek azonban az a veszélye, hogy a szívféreg a szívben és a tüdő erejében található. Elpusztult példányaik trombózist okozhatnak a tüdőben és egyéb szervekben. A szívférgesség emberre nem, macskákra nagyon ritkán jelent veszélyt, az inkább az ebeknél jelentkezik. A szúnyogok mellett a szuronyos istállólégy is problémát jelent a nyári időszakban, a kutyákat veszélyezteti. Ezek az élősködők kicsipkedik az ebek testét, fültőtájékon a kisebb ereken mikrosérüléseket okoznak és ezekből táplálkoznak. Ezek a legyek teljesen el tudják lepni a kutyákat, így a felelős állattartóknak ezek ellen is védeni kell kedvenceiket. Gyógyszerekkel a probléma megelőzhető, a már meglévő állapotra pedig szintén van orvosság.